De hát kívül van a vér, mert átázott a fal, vagy mi? Hát lelőtték, és átspriccelt oda a vér. De azt mondod, hogy a bankban, ez meg kívül van. De akkor a bankban elterjedt a hír, hogy a bankon kívül megöltek valakit. Sziasztok, újra egy perces pályák, és akkor kezdjük is. Az első pályát Marton csinálta, és az a cím, hogy hollapátolás 3, és még az címe is van, a Mikulás segédje, vagy Mikulás segédje. Oké, okay, kibénáztam magam. Szóval igen, emlékeztek, volt két hollapátolásos pálya idáig. Hát lássuk, milyen folytatás szánt ennek. És akkor start. Itt állok a vízben. Ezzel fogok gondolom ásni. Ez mi volt? Ez az. Szia Csapusa, ez itt a hollapátolás 3, mivel hogy az előző részekben nem érted el a Mikulás segédjeimet, ezért elindulsz és beállsz segédnek. Párbeszéd. Lehetek a segéded? Igen, csak el kell menned az atomübertáp sétapálcá... Mi? Nem. Atomübertáp sétahólapátot. El kell menned a sétahólapátot? Mindegy. Az egy titkos föld alatti hóraktárban van. Odafele 3 kaput kell kinyitnod. Igyekszek, Mikulás, sok sikert. Első szint a szokásos. És mindig meg kell találnom valamit, mi? Jaj, de vak vagyok. Közben már rég lejárt, igen. Remélem nem kell a jövőben ahol. A kedvencem? Miért? Na most azt nem mond nekem, hogy neki állt el ugrálni kiszíts hobokat, de kell a jövőben. Na. És ez nem lesz elegendő, mi? Még ezt leverem. Ugye csak 4 kell. Csak 4 kell. Még sose örültem ennyire egy receptnek. Néhány hóblokk vasblokká változott. Lapátolok, csak arra, lapátolok. Most elkezdeném énekelni a pamkutyás Frozen feldolgozást. Köszi, köszi, hogy kivitted. A Mikulás éppen most jegyez fel a segítő évé. Az atomübertáp hólapát mostantól a tiéd. Ha akarod, szembe kipróbálhatom. Csű, atomübertáp hólapát. Elrejtett meg én valamit? Vagy benne? Hát ha. De úgy látszik, hogy nem. Ott is van egy. Hihihi. Csű, mindig szétások. Ez aztán az igazi atomübertáp hólapát. Nem csak halatlapát, hogy sarat is. Következő pályát Vilik, nem tudom, hogy kell mondani, Vilik 21 készítette, és az a címe, hogy te jó, hogy elfelejtettem, ja igen, 1 perc Redstone, és akkor van hozzá egy TXT, és azzal kezdem,
úgyhogy indítom is. Szia, remélem tetszeni fog a pálya. Lényege, hogy a redstone jelet eljutasd a command blokkig, de csak a zöld blokkokra tehetsz redstone-t vagy elismétlőt. Hát ezt 1.8-ba simán meg lehet oldani. Előfordulhat, hogy nem kellett tenni zöld blokkra semmit. Vidik készítette... Jó. Próbálunk sietni. Szia, mindenben a night, vagy csak siess. Aha. Ide elég egy redstone is. Ide is. Csak így megy tovább a jel. Aha. Most ideig akkor ez a rész itt tök fölösleges, mert az lényeg, hogy világítson a fákja. Jó van. És így... Nem, ott jön be. Oké. Okay. Hát és simán mindent lerakok redstone-ból. Köszönöm, hogy végigvitted. Nem is kezdj el ismétlő. Köszönöm, hogy végigvitted az egyperces pályámat. Remélem tetszett és sikerült egy perc alatt végigvinned. Azt hiszem igen. Most telt le pár másodperccel. Persze, aki nem látja át a redstone-t, annak sokkal több idő. Igen, remélem tetszett. Igen, sikerült. Készítette Vilik, és még van YouTube csatornája is. Nézzétek meg, és írjátok minden videója alá az, hogy... Banán. A következő pályát Dávidó, nem tudom, hogy Dávidó küldte, és az a címe, hogy Öld meg magad. Hát, ez nem motiváló cím. És írt hozzá két szövegfájlt, úgyhogy azzal kezdem, indítom is. Bocs, csak nem akartam ezzel csúfítani a mapot. Nem is blokkot, ne rak tüzet. Jó. Spam point. Fontos dolgok. Nem nevezett át semmit. Apró is van. Már egy hete nem tudom, hogy öljem meg magam. Keresnem kell módszereket. És ha nem ölöm meg magamat egy perc alatt, akkor nem ölöm meg magamat. Hát akkor csak itt állok és várok. Tehát öld meg magad. Megvan, felmegyek a napba, ott biztos porrá égek. Milyen pálya ez? Lássam magamat a földön. Aha, több módszer is van. Megvan, felégetem magamat. Szedek egy kis almát, hát ha rámesik és meghalok. Felmászok a fára, hát ha leesek és kitöröm a nyakamat. Egyébként most járt le. Mondj mostanában pontosabban. Nem is tudom. Ez egy nagyon morbid pálya, de azért nem rossz. Érdekes. Aztán egy jó megoldás, de hatásosabb kéne. Ez túl sok ideig tart. Jó, mi van még itt? Szedd kis halmat, hát ha rámesik is megkapna. Hát ez nem sikerült. Felégettem magam. Hát az eléggé hatásosnak tűnik. Lássam magam a föld alá. Ez a fossa, lássam el magamat. De amúgy nem szabad blokkot kiütni. Jó. Akkor a gyújtós is ez lesz, nem szabad gyújtani. Ja, de nem is szabad tüzet lerakni. És akkor maradt a napos, ugye? Lépj ide. Én most hol vagyok? Köszönöm, hogy kivitted. Jutalom atomübertáv sétapálca. Nézzük csak meg előbb, hogy tényleg az. Aha. Mondjuk a neve az nem, most csak stick. De ez is csak egy másolat. Jó, ötletes volt. Nagyon-nagyon morbid, de azért volt érdekes, mert morbid volt. Komoly. Ja, és még van egy írás a pálya végéhez. Nem a pályához tartozik. Hogy David A. készítette. Jó, technikai infók voltak csak. A következő pályát Mazalan 01 küldte, és az a címe, hogy Csabusa sírja. Hát ez aztán a... Hogy is mondjam, a motiváló cím. Az előbb megöltem magam, végül is legalább
passzol az előző pályához. Megöltem magam, úgyhogy jön a sírom. Jó. Start. Hát ez is olyan morbid lesz, virág. Feladat, keresd meg a sírod és dobd bele a mellette lévő lyukba a virágot, hogy megbékéljen a lelked. Be kell állítanod a legkisebb látótávolságot. Miért? Sírás, nincs sok idő. Ugrálás. Ó, de szemét. Igen. Kalandmódba kellett volna, és akkor nem veszem észre a barriert. Hát akkor ugrás. Leestél, nem baj, és azt hittem ugyanott vagyok, azért lassultam le. Labirintus, hús. Hát a labirintus nem jó egy-egy perces pár. Nincs elég idő siás. Jó, így oké. Mindjárt lejel az idő, menj. Kvíz. Szerzed egy krémet? Igen. Inkább a sír mellé teleportállak? Oké. Hát körülbelül itt járt le. Na, lássuk, mi van még hátra. Hát ha kiderül, hogyha kicsit gyorsabb vagyok, akkor belefér. Tömegsír, Szabó Zoltán, szegény, Kovács János, szegény. De sokat ért. Nagy elemér. Készítő. Most. És a busa. Oké. Köszi, hogy kivitted a mapot. Á, igen, ha végül is ha sietek, akkor belefér. Meg egy liter víz. Várjunk csak, jól írta le azt, hogy egy liter water. Vicces. Készítő 45 perc, jutalmad nincs. Köszi. És a mai utolsó pályát Dávid csinálta. Nem Dávid. Bergdavi. Oké. Bergdavi készítette, és az a cím, hogy egy perces. Nyitom is. Üdvözöllek a pályámon, fordulj meg. Gratulok, végigvitted a pályát. Hú, de ismerős, jutalom. Ezt látom, hogy aktiválom. Egy aktivált is valamit. Beleférd az egy percbe, poén volt, bár így, hogy már láttam ilyet így. Hát, nyilván nem akkor ő, nem ütött akkorát. Úgy kellett volna javaslat, hogy egy aktivált TNT-t idéz meg, és akkor azonnal, meg úgy beállít, hogy azonnal robbanjon. Hát ez simán belefért, ezt le is állíthatom. Jó, mik voltak ma? Igen. Szerintem az öngyilkosos pályát fogom kiválasztani a mai kedvencnek. Azért, mert morbid volt. Ötletes egyébként, nagyon morbid, nagyon beteg, de... De azért jó, nem tudom mi. A kézikönyv óvjon.